Italo kerékgyártó István íróval, aki a Emma, aki Leo Cabrióval megmentette a Földet című könyv írója, de hogyha jól tudom, akkor ön inkább felnőtt könyveket szokott írni. Miért fordult inkább a gyerekkönyvek felé most? Ennek volt egy családi oka, van két unokám, egy 6 éves és 8 éves, és a nagyobbik 6. születésnapjára a család kérte, hogy próbálkozzak, én soha nem írtam előtte, tehát felnőtt színdarabokat, regényeket írtam. Akkor írtam a nagyobbik fiú születésnapjára, eltelt 2 év, és jött az igény, hogy legyen a kisebb számára is, ezért van egy Márk és egy Emmás könyv. Tehát igazából egy családi nyomás volt, de nagyon élveztem, jó volt csinálni. Emma és Márk akkor a két unoka, úgyhogy... És a Márk két unoka, így van. És miben más gyerekeknek írni könyveket, mint felnőtteknek? Egyrészt nehezebb, mert állandóan figyelni kell, hogy mi az, amit egy 8 vagy 9 éves gyerek megér. Ugyanakkor viszont nagyobb a szabadság, úgy érzem, tehát itt csodálatos, különleges dolgok is történhetnek. Tehát az, hogy a realitástól ilyen módon elszakadhatok, ez egy nagyon izgalmas játék. Más, azt mondhatom, hogy más, egyrészt könnyebb, másrészt nehezebb, de minden esetre nagy élvezet. Köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm.